Az oltás nagyban nehezítette, hogy az épületben nem csak egy gázpalack, hanem vadászfegyverek is voltak, és folyamatosan lőszerdurranásokat lehetett hallani, ezért a tűzoltók csak fedezékből tudták eloltani az addigra már teljes terjedelmében égő házat. Az épület átvizsgálása közben egy összeégett holttestet és egy felrobbant gázpalack maradványait találták meg. A tűz eloltása 40 percet vett igénybe. Kigyulladt egy körülbelül 110 négyzetméter alapterületű családi ház mezőtúron a Széchenyi utcában. A lángok érintették a ház 6 helyiségét, valamint a tető szerkezet körülbelül egyharmadát is. A mezőtúri, valamint a szarvasi hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat. Kiérkezésük előtt egy gázpalack az épület konyhájában felrobbant. Az oltás nagyban nehezítette, hogy vadászfegyverek, illetve lőszerek is voltak az épületben, és ezek robbanásától a tűzoltók jó ideig csak fedezékből tudták oltani a lángokat. A tűzoltók az épület verandájában az összeomlott tetőszerkezet romjai alatt egy összeégett holttestet találtak. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálat indult. Évente csak nem 7500 lakás tűz keletkezik. A legjobb megoldás, ha beszerzünk az otthonunkba füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésének legelején jelez.